Az univerzum mélyére nézve a csillagászok a kozmikus erők párharcát figyelik. Az anyag és az energia megsemmisülését. Felvillantjuk az idő és a tér határait. Egy csillag különös halála nyomán. Az univerzum rejtélyei. Egy csillag halála. Nincs megnyugtatóbb látvány, mint a nap és a hold végtelen ciklusa. És a mennybolt szakadatlan körforgása. Az éjszakai égbolt öröknek és változatlannak tűnik. Ám a modern csillagászat egy egészen más képet mutat. Egy univerzumot, amely gyötrődik, és olykor kiereszti a dühét. Ezt a képet egy óriás csillag haláltusája teszi igazán teljessé. A felszíne egyetlen viharos tűztenger, ahol a szuperforró gáz emelkedik és süllyed. Hatalmas hullámok, 1000 kilométer magas szoláris cunamik. A Földnél is nagyobb forró, villamosan töltött gázhurkok lökődnek az atmoszférába. A mag mélyén a csillag elkezd önmagába roskadni. Emiatt a csillagból egyetlen heves szupernóva válik. A robbanás színpompás pászmákat és fényesen gomolygó felhőket hagy maga után. Figyelemre méltó, hogy egy csillag halála egy egészen új nemzedéknek ad életet. A halál és a születés körforgása határozta meg a tejút történelmét is, ahogy a mögötte húzódó univerzum több milliárd más galaxisájét is. A kozmoszról alkotott képünket azok a ritka csillagrobbanások formálták, amelyek elég fényesek voltak ahhoz, hogy szabad szemmel is lássuk őket.
1054-ben az észak-amerikai csillagjósok láttak egy szupernovát a holdsarló közelében. Ugyanezt az esetet jegyezték fel Kínában, Koreában és a Közel-Keleten. Tycho Brahe csillagász 1572-ben látott egyet. Azt írta, hitetlenség és zavarodottság lett urrá rajtam, és kételkedni kezdtem a látásomba vetett hitemben. Johannes Kepler 1604-ben jegyezte fel a következőt. Galilei ezt az esetet felhasználva merőben új módon közelítette meg a csillagászatot, és a változást a kozmosz egyik alapvető elemének tekintette. Hogy megtudjuk, miként formálják a csillagok az univerzumunkat, egy sor új technológiát vetünk be. A magas hegyekre telepített hatalmas teleszkópoktól a világűrbe feljuttatott eszközökig. A távcsövön keresztül a csillag által kibocsátott látható fényt nézzük. Ám ez csupán az ismert elektromágneses spektrum egy apró szelete. A spektrum egyik végén vannak a rövid hullámú, nagy energiájú röntgensugarak, a másik végén pedig a hosszú hullámú, kis energiájú rádióhullámok. Jelenleg rádióteleszkópok hada gyűjti össze az univerzum távoli zugaiban lévő csillagoktól érkező kis energiájú rádiójeleket. A tudósok a csillagködökön és a gázfelhőkön keresztül figyelik a belső objektumokat. A spektrum másik vége az ultraibolya, a röntgen és a gamma sugaraké. Az orvosok a rövid hullámú röntgen sugarak segítségével látják a törött csontjainkat. A csillagászok velük keresnek bizonyítékot az univerzumunk leghevesebb folyamataira. Ami a kozmoszt irányítja, idehaza is látható. A napunk egy közepes méretű csillag, 6000 Celsius fokos felszíni hőmérséklettel. A mélyén lévő magban a hőmérséklet 15 millió Celsius fokra emelkedik. Az óriási hő és nyomás miatti nukleáris fúzió során a hidrogén héliummá alakul, és energia szabadul fel. A nap, mint az összes csillag, egész életében a gravitációval harcol. A magjából sugárzó energia gátolja meg a külső rétegek összeomlását. A nap energiája évmilliárdok óta elegendő a gravitáció kordában tartásához. Nem úgy egy óriás csillagnál.
forró és gyors izzásban folyamatosan gyűjti az egyre nehezebb elemeket a magjába. Amikor a magja átlép egy kritikus küszöböt, nem lesz képes legyőzni a gravitációt. Összeroskad és felrobban. A pusztítás korántsem a szupernova egyetlen öröksége. A robbanás szénnel, oxigénnel, vassal és más az általunk ismert élethez szükséges elemekkel árasztja el a környezetét. A robbanás lökés hullámai új csillagok születését indítják el. A szupernóva nyomán galaxis szerte működésbe lépnek a csillagkeltetők. Köztük van a fényesen ragyogó Orion csillagköd néven ismert gáz- és porfelhő. A csillagászok itt láthatják a csillagok és a naprendszerek keletkezését. Ha a felhők kellően sűrűk lesznek, beindul a nukleáris fúzió. Majd megszületnek a csillagok és a naprendszerek. A kozmikus dráma középpontjában álló felrobbanó csillagra egy másik sors is vár. A robbanás után az összepréselődött magja érintetlen marad. Mintha a Földet teniszlabda nagyságúra nyomnánk össze. Ez a neutron csillag. Némelyik több százszor is megfordul egy másodperc alatt. Amikor a rádióteleszkópok először észleltek egy úgynevezett pulzárt, a tudósok azt hitték, hogy egy távoli, idegen civilizáció jeleit vették. A rák csillagköd annak a szupernovának a héja, amire számos kultúra felfigyelt 1054-ben. A mai tudósok már a mélyén lévő pulzárt figyelik. Olyan sugárzási hullámokat dokumentáltak, amelyek kör alakú mintát rajzolnak a környező gázba. Némelyik haldokló csillag sorsa még ennél is különlegesebb. A természet egy szörnyet is alkotott. Albert Einstein egy olyan csillagot feltételezett, amelynek olyan erős a gravitációja, hogy semmi, még a fény se menekülhet a fogságából. De lehetetlennek tartotta és elvetette az ötletet. Ami egykor elképzelhetetlen volt, ma a tudomány határát feszegeti.
A csillagászok szerint, ha egy óriás csillag felrobban, annyi anyag roskad a magjába, ami elegendő lenne az egész univerzum halálához. A gravitáció nyeri a végső csatát. A Földön az ismerős kritériumok alapján határozzuk meg az univerzumot, köztük az elektromágneses spektrum mentén található fényekkel. De a fekete lyukak elrejtőznek. Hogyan érzékeljünk egy olyan objektumot, ami nem bocsát ki fényt? A választ a galaxisunk középpontja felől érkező gammasugár villanás adta meg. A forrásra állított rádióteleszkópok két irányba tartó anyagkilökődéseket találtak. Ezt látták. A fekete lyuk egy csillag külső rétegeinek gázait szívja magába. A beáramló gázok egy forgó korongot alkotnak. A korong mágneses mezőt indukál, amely körbeforogva a beérkező anyag egy részét nagy energiájú nyalábokba vagy kilövellésekbe vezeti. A csillagászok ma már tudják, hogy a fekete lyukak óriási energiája miatt ezek a nyalábok a fénysebesség tört része alatt gyorsulnak fel. Kiderült, hogy ez a fekete lyuk a GRO J1655-40 óránként 400 000 kilométeres sebességgel száguld a világűrben. Négyszer gyorsabban, mint a körülötte lévő többi csillag. Valószínűleg ágyúként lőtte ki az a szupernova, amely létrehozta. Az iszonyatos energiákat mozgósító fekete lyukak többek egyszerű érdekességnél. Ezek a nagy kiterjedésű fekete lyukak még azokból a korai időkből származnak, amikor a csillagok első generációja született. Amikor az első óriások kihunytak, fekete lyukaknak adtak életet. A gravitáció táplálta fekete lyukak az elsőként összeroskadt galaxisokat kebelezik be, és a kisebb galaxisok a nagyobbakba olvadnak. Az ősi szörnyek némelyike több milliárdszor nagyobb a mi napunknál. Az erőteljes kilökődés révén fűtik a körülöttük lévő gazdag galaxisokat. Ez megállt parancsol a központi galaxisba áramló gáznak.
nem nő tovább, ezért alakulhatnak ki és fejlődhetnek a periférián lévő kisebb galaxisok. Ám a fekete lyukak hatása ezzel még nem ér véget. A Chandra Röntgen Obszervatórium képei a Hydra A nevű galaxis csoportot mutatják. A benne lévő hatalmas forró üregek röntgensugarak fényében ragyognak. Rádióhullámok formájában látható egy kilövellés a központi galaxisból. A kilöködés széle mentén lévő gázban található nagy mennyiségű vas és a többi anyag a szupernóva robbanás eredménye lehet. A külső térbe juttatott fémekkel új galaxisokat hoz létre a csillagok és a miénkhez hasonló naprendszerek kialakulásához szükséges anyagokkal együtt. Az univerzumunk szinte összes galaxisában találunk szupersűrű fekete lyukakat. Egyre többet fedezünk fel az erőteljes anyagkilökődések miatt. A csillagok heves életciklusait a saját javunkra fordítjuk. Mégis a térben és az időben is olyan távol vagyunk tőlük, amit elképzelni sem tudunk itt a Földön. A mérhetetlenül nagy távolságra a legjobb példa talán az 1977-ben útnak indított Voyager ikerszonda. A külső bolygók és azok holdjainak felfedezése után a szonda ma már a naprendszer pereme felé tart. Több 10 milliárd kilométerre van a Földtől. Másodpercenként 16 kilométert megtéve, a Voyager 2 négy fényévnyi közelségben halad majd el a Sirius csillag közelében. Mához 290 ezer év múlva. A galaxisunk egy eldugott zugából jöttünk rá, hogy a csillagok nem csak bevilágítják az univerzumot, de az életet is táplálják. Egy csillag életének végét jelző robbanást látva kapunk ízelítőt abból az erőből, mely formálja az univerzumot, és alakítja az olyan világokat, mint a miénk. A magyar változat munkatársai Lerner Balázs, Morvai László, Csénémet Bálint, Masol Ildikó, Berzsenyi Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.